Nagy volt a nyüzsgés a hétvégén a Jos-Karola lakótelep házai mögött. Gyerekek és felnőttek is találtak programot a Jos-Karola alapítvány által szervezett rendezvényen. Sajnos a mai világban elindult ez a virtuális világ. Mi szeretnénk, hogyha az emberek letennék a telefonokat, számítógépeket, akármennyire is meleg van, lejönnének, és beszélgetnének, jól éreznék magukat, hisz maga a rendezvény ingyenes. A szervezők a gyermekes családokra is gondoltak, lehetett pónin lovagolni, körhintázni, kis vonaton utazni, és aki akarta, különböző fajátékokkal tehette próbára ügyességét. Én itt lakom a Jos-Karolán, itt lakunk minden, és az unokáimmal úgy döntöttünk, hogy akkor most ezen a szép nyári napon egy kicsit ide szórakozni, hadd játszanak, hadd élvezzék még ezt a jó időt, mert azt lassan kezdődik az óvoda. Az árnyas fák alatt bográcsokban főtt a gulyás, több csapat is nevezett a főzőversenyre, amelyhez a hozzávalókat a szervezők biztosították. Amikor már majdnem jó a hús, akkor a krumplit meg a csipetkét egybe beleteszem. Ez mennyiben más, mint amikor otthon készül? Otthon is ugyanígy szoktam csinálni, csak ez nagy tételben van. A szombathelyi önkéntes tűzoltók már a zsűri előtt megkóstolták, amit főztek, és ez a baráti társaság is alig várta már, hogy az asszonyok végre tálaljanak. Attól speciális, hogy raktunk bele friss vargányát is, és még egy kis marhahússal föltuningoltuk. A rendezvényen a tűzoltók mellett kipakolt a rendőrség is, bűnmegelőzési tanácsokkal fogadták az érdeklődőket. A legtöbben a tuning autókat vették körül, a hangnyomásmérésre voltak kíváncsiak. Ezen az egyedi tervezésű gokárton a kipufogó hangnyomását mérték, míg más autók a hifi rendszerüket tették próbára. A rekord meghaladta a 150 decibelt. Mondjuk egy zenei hangnyomásnál, hogy a mélyládát mérünk, kimondottan, tehát mély frekvenciák a 120 Hz alatt. Mélyládá, tehát benn van egy mélyláda, egy erősítő, egy fejegység, és akkor az embernek most adunk egy zenét, például egy saját zenével, föltekeri a hangerőt, és mi azt mérjük. A Jos-Karola Fesztivál egyben jótékonysági rendezvény is volt. Különböző cégek felajánlásainak köszönhetően mintegy 2 millió forint támogatást adtak át a szeptemberben induló horvát oktatási központnak eszközvásárlásra és egy játszótér kialakítására.